Sziasztok! Remélem, hogy jól vagytok. Nagyon izgalmas időszakot élünk most. Ugye ezekről a percekről, napokról írtam nektek több bejegyzést is, és nagyon örülök, hogy nyomon követitek a fejleményeket itt nálunk. Aki most csatlakozik, annak mondom, hogy nemrég megnyitottam a VIP klub újra a kapuit. Ez egy különleges alkalom most, és különleges lehetőség. És mivel nagyon sokan kérdeztetek a részletekkel kapcsolatban, arra gondoltam, hogy ebben a videóban megválaszolom egyrészt a kérdéseiteket, másrészt egy kicsit betekintést nyújtok nektek a programnak a részleteibe, hiszen nagyon rövid ideig elérhető ez a lehetőség, és ez tényleg egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony, önfejlesztő közösség, amit megálmodtunk és létrehoztunk, és ennek a keretei között tudsz most te is saját magadon nagyon-nagyon sokat fejleszteni, hogyha úgy döntesz, hogy csatlakozol hozzánk, és szeretnél részt venni ebben a munkában is önmagadnak a magasabb szintre emelésében. Tudjátok, hogy nekem mindig az a célom, hogy hogyan tudod kihozni magadból a legjobb énedet, hogyan tudod magasabb szintre emelni az életedet, hogyan tudod az életminőségedet egyre-egyre magasabb szinten élni. És örülök, hogy itt vagytok, köszönöm a reakciókat. És nyugodtan kérdezzetek közben, most azért vagyunk itt együtt a szokásos ugye heti élőben, hogy a ti kérdéseitekre válaszoljuk, amit az elmúlt napokban kaptam tőletek, privátban, illetve a csoportokban, azokra fogok most válaszolni. Úgyhogy bele is csapunk. Én kiteszem egyébként itt a videó alatt nektek a linket, ahol megtaláljátok azt az oldalt, amiről most beszélgetni fogunk, és ami megmutatja nektek, hogy milyen lehetőségeitek vannak az önfejlesztés területén belül. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy nagyon szuper csapat jött létre ugye a megalapításnál, most be is linkelem nektek, és itt meg tudjátok nézni. Ezt fogjuk megnézni most a következő percekben. Nagyon szuper csapat jött létre a VIP klubban, és nagyon örülök neki. És a csapattagokkal többekkel készítettem az elmúlt napokban valakivel videós interjút, valakivel hanganyagot, és van olyan is, akivel írott formában a visszajelzéseit, a tapasztalatait, a felismeréseit írott formában osztja meg velünk. És nagyon örülök neki, mert ezeket a következő napokban veletek is meg fogom osztani. Van, ami már fent van egyébként a YouTube csatornánkon, valamit meg később fogok hozni, és van egyébként egy olyan kedves úriember is, aki a mai napon adott interjút nekem azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudta magát meggyógyítani, és hogyan tudott egy magasabb szintre lépni a klubnak a segítségével. Úgyhogy nagyon örülök neki, ez egy fantasztikus társaság, ami összegyűlt, és bízom benne, hogy még sokkal-sokkal több sikerről és fejleményről fogok nektek tudni beszámolni majd a következőben. Szóval ezen az oldalon, amit belinkeltem nektek, és amit megtaláltok, ugye itt van a kommentben, itt ezen az oldalon megmutatom nektek, hogy mi az a metódus, ahogyan és amivel ti ki tudjátok hozni magatokból a legjobb éneteket. Nagyon sokszor az évek alatt, ugye én 2013 óta űzöm a hivatásomat, tehát én 2012 óta foglalkozom teljes mértékben, szinte napi 8 órában mi azzal, hogy egyrészt magamon dolgozom, és másokkal is dolgozom, és nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ez lehet a hivatásom, és segíthetlek benneteket. Én is rengeteget tanulok tőletek. Én mindig abban hiszek, hogy ez egy közös tudás, tehát oda-vissza áramlik mind a tudás, mind az információ, mind a tapasztalatok, ugye, és ezeknek a cseréje. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm nektek azt, hogy együtt vagyunk ezen az úton, és bízom benne, hogy még többet tudok majd nektek adni és segíteni azáltal, hogy ugye két nappal ezelőtt kitettem egy posztot, mit gondolok a mostani időszakról, és hogy mire jöttem rá, milyen igazságokat ismertem fel én is. És ebben a posztban is ugye írom, és örülök, hogy sokan visszajelztetek, hogy ez milyen jó, hogy ezt megfogalmaztam, és hogy ez valóban így van, hogy sokkal jobban tudok segíteni nektek, hogyha nem szétaprózom magam, hanem arról van szó, hogy ugye kapok naponta 20-30 privát e-mailt, messenger üzenetet, ami nagyon jó, aminek nagyon örülök. Viszont ugye van ez, amikor egy kicsit így feltolulnak a dolgok, és én azt látom, és azt is tapasztalom az évek alatt, hogy nem tudok annyira hatékonyan és fókuszáltan segíteni, hogyha csak egy messenger üzenetnyi lehetőségem van arra, hogy neked segítsek, mert lehet, hogy nem úgy érted azt a választ, vagy nem megy át úgy az a válasz, vagy
vagy még nem érkezik meg hozzád az a döntés, hogy igen, most belállok az életembe és csinálom. Tehát, hogy rengeteg elakadás lehet, rengeteg félresiklás lehet. És ahogy például ma is Győzővel beszélgettem, majd az ő visszajelzését is meghallgathatjátok holnaptól, ő is azt mondta, hogy azt szereti egyébként a VIP klubban, ami hónapokkal ezelőtt ugye indult el, és nagyon-nagyon jó eredményeink vannak a közös munkában, hogy mindent megoszthat, bármit kérdezhet, bármilyen sikerélményét megoszthatja, bármilyen történetet megoszthat, és mindig vannak ott aktívan emberek, akik segítik, támogatják őt, akik tudnak egy jó szót mondani, és én is minden nap ott vagyok. Tehát, hogy ez egy élő közösség, és nagyon-nagyon jó volt hallgatni például a visszajelzésében, hogy azt mondta, hogy ilyet még nem tapasztalt sehol, pedig ő már nagyon-nagyon tapasztalt, tehát, hogy hosszú-hosszú ideje fejleszti magát, és nagyon sok programon vett már részt, és azt mondta, hogy ilyet még nem tapasztalt, hogy hónapokkal később is még aktívak vagyunk, hogy bennünk van az energia, a lendület, hogy segítjük, támogatjuk egymást, és hogy ennyire sokat lehet fejlődni egy programnak a segítségével. És igen, ez lehetséges. Tehát amit én kiemelnék nektek, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony metódus. Elmondom, hogy miért. Még egyszer mondom, én 2013 óta dolgozom ugye hivatásszerűen az önfejlesztéssel. Nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltam ez alatt. Ugye én tartok egyéni konzultációkat is, csoportmunkát, tehát vannak tanfolyamok, tréningek. Ugye jellemzően ez az idei évig legfőképpen élőben volt, ugye az idei évben hozta nagyon az online az életükbe, úgyhogy most már én is nagyon ráálltam egyébként az online tréningekre, és nagyon jól működnek egyébként. És rendszeresen tapasztaltam azt a problémát, ami lehet, hogy nálad is van, hogy elindulsz az utadon, hozol egy döntést, hogy most fejleszted magad, most kihozod magadból a legjobbat, elkezded csinálni, és valahogy a lendület, valahogy a lelkesedés, az úgy félúton egy megcsappan. Jön az életben különböző kihívás, jön a munka, magánélet, minden fontosabb lesz, és egy idő után ez így hanvába hull. Ezt rendszeresen, havi szinten többektől kapom ezeket a kérdéseket, ezeket az e-maileket, hogy mit lehet tenni, hogyan tudok én hosszú távon dolgozni magamon, hogyan tudok én kitartó lenni az önfejlesztésben. Ezt komolyan mondom, ez évek óta egy rendszeres kérdés, és egymástól függetlenül folyamatosan teszitek ezt fel. És mindig, amikor ugye élőben találkozunk, akkor is meg szoktam válaszolni az aktuális csapattagoknak, de itt online is próbálok benneteket támogatni, segíteni, erről készítettem már ugye blogcikket, írtam erről blogcikket, ugye a folyamatosan ugye a videóban próbálok benneteket inspirálni, bocsánat, már csak annyit beszéltem ma, hogy lehet, hogy néha összeakad a nyelvem, de nézzétek ezt el nekem. És azt látom, hogy tényleg ez egy alapvető probléma, hogy nincs meg a kitartás, nincs meg a lendület, nincs meg a napi motiváció. Az egyik fontos dolog, amit én nagyon-nagyon kiemelnék, és ami szerintem segíthet neked is, hogy legyen meg egyrészt a miérted, tehát hogy miért csinálod az önfejlesztést, mi a célod. Ha ez nincs meg, akkor az egész egy kártyavár, akkor homokra építed a kastélyodat, a felesleges. Tehát, hogy ez biztos, hogy bukáshoz fog vezetni. Legyen meg a kristálytiszta miérted, ez az egyik. A másik fontos dolog, hogy tudnod kell, hogy ez nem egy mese. Tehát, hogy egy életünk van, ott lesznek problémák, lesznek kihívások, lesznek elakadások. Biztos, hogy a te életedben is lesznek. Tehát, hogy lehet, hogy a gyerek lesz beteg, lehet, hogy a munkáltatód mondja azt, hogy hát elválnak útjaink, lehet egy nehezebb időszakod, lehet betegség, haláleset, bármi lehet az életünkben. Tehát lesznek körülmények, én ezt úgy szoktam mondani, körülmények. Ezeket tudnunk kell megoldani. Ez a kettes pont. És a harmadik pont az az, hogy mindenki azt várja valahogy a csodát, hogy majd így csettintesz egyet, és akkor innentől kezdve sokkal könnyebb és jobb az életed. Ez nem így van. Én erről már nagyon sokat beszéltem, de sokszor érzem azt, hogy valami még mindig nem ment át az a lényeg, amit szeretnék veletek megosztani, és bízom benne, hogy most ez így átmegy, hogy mindennapi apró pici lépéseknek az összeadódásából lesz majd a nagy eredmény, amit te szeretnél, az a változás. De ez mindennapos erőfeszítést kíván tőled, ez minden nap egy picit beletenni. Tehát egy kicsit változtatni, egy kicsit fejlődni, csak egy picit. És hogyha ez megvan, akkor egyszer csak azt fogod észrevenni hetek, hónapok, lehet évek múlva, teljesen más életet élsz. Ez nálam is így volt a saját életemben. Tehát én rengeteg dolgot saját tapasztalatból osztok meg veletek. Szerintem ez a hiteles.
Tehát, hogy én olyan dolgot, amit én nem próbáltam ki, nem tapasztaltam, meg nem értem, meg azt soha nem szoktam átadni. Hanem akkor, hogyha valaki megkérdez valamit tőlem, és én azt még nem tapasztaltam meg, nem próbáltam ki, akkor mindig elmondom őszintén, hogy figyelj, lehet, hogy ez egy tök jó dolog, de hogy én ezt még nem próbáltam ki, én ezt nem éltem meg. És ez szerintem teljesen jó így, tehát őszinteség, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt a három pontot érdemes, ha egy picit átgondolod, mert lehet, hogy nagyon sok mindent ki tudsz küszöbölni már ezzel, és fönn tudod tartani a kitartásodat, a lendületedet, a motivációdat már ezzel az önfejlesztésben, ha ezt a három pontot egy picit átgondolod. És én erre a három pontra egyébként mondom, hosszú évek alatt jöttem rá, hogy alapvetően szerintem ezek a problémák legjellemzőbben azoknál, akik engem is megkeresnek. Aztán a másik fontos dolog, hogy meg kérdeztétek azt is, hogy mennyi időt kell szánnod például erre a programra, vagy a VIP klubra, ami egy online program. Tehát volt ilyen félreértés is, valaki kérdezte, hogy akkor hányszor kell jönni, vagy menni, vagy bármi. Ez egy teljes egészében online program. Pontosan azért, hogy teljesen időtől, távolságtól függetlenül tudjunk fejlődni, otthonról kényelmesen, bármikor, amikor szeretnél. Ha neked délután 2-kor van időd, akkor. Ha hajnal 5-kor, mert korán kelsz, és reggel szeretnéd magad egy kicsit így fellelkesíteni, akkor. Ha este 9-kor, akkor. Szerintem ez egy hatalmas rugalmasságot tud nekünk adni, hatalmas szabadságot, ami szerintem a mai világban nagyon fontos, hogy nem vagyok semmihez kötve, van egy online felületünk, mi ezt egy nagyon-nagy munkával másfél év alatt tudtuk összehozni, rengeteg fejlesztésnek a hatására, amit nagyon kedves munkatársammal, Annával készítettünk el közösen, rengeteg munkánk van benne, de ez az, ami megalapozta, hogy egy magas minőségű programot tudunk nektek átadni. És akkor még a tudásanyagokról nem is beszéltem. Tehát az, ahogyan kinéz belül a VIP klub, amilyen lehetőségek vannak benne, amilyen felületen ti ezt tudjátok használni, ez egy nagyon magas minőségű program. És nagyon örülök neki, hogy ezt tudjuk biztosítani nektek, hiszen ha ismertek, akkor tudjátok, hogy nekem mindig a vesszőparipám az a minőség, a magas minőség, mert szerintem az az egyik legfontosabb dolog. Ha már csinálunk valamit, akkor csináljuk jól, és csináljuk úgy, hogy az örök érték legyen. Én ebben hiszek teljes mértékben. Szóval ezzel a programmal önfejlesztésre buzdítalak, és önfejlesztést tudsz csinálni önmagadnak kényelmesen, szabadon, saját időbeosztásban, otthonról. Tehát nem kell kimozdulnod sehova. Kényelmesen a telefonodról, a tabletedről, a laptopodról, a számítógépedről tudod követni a leckéket. Alapvetően ugye én nagyon javaslom, hogy kattintsatok arra a linkre, amit ugye beraktam nektek ide a videó alá, mert itt látjátok, kidolgoztuk nektek, láthatjátok a lépéseket, hogy hogyan tudtok magatokon dolgozni egyébként. Tehát én azt látom nagyon sokszor, hogy az egy nagyon nagy probléma, hogy rengeteg önfejlesztő lehetőség van, tehát rengeteg információ, rengeteg tudás ömlik rád, és így elveszel ennek a tudásnak és információ dömpingnek az erdejében. Tehát, hogy azt érzed, hogy igen, kéne dolgoznom például az édesanyámmal való kapcsolaton, kéne dolgoznom, hogy mi az életcélom, kéne dolgoznom egy kicsit az időbeosztáson, kéne dolgoznom az anyagiakon, kéne dolgoznom a párkapcsolaton, szeretnék dolgozni az önmagammal való kapcsolaton, önszereteten, és akkor egyszer csak ott vagy, hogy Úristen, mennyi mindenen kell dolgozni. És akkor simán feladhatod, igaz? Tehát mindenki volt már ebben a helyzetben, gondolom te is. Én abban hiszek, hogy ha valaki ezt már megtapasztalta, és valakinek van egy tapasztalata, egy tényleg valós, életből vett tapasztalata, mellette van tudása, elmélet és gyakorlat is megvan, és meg is érte, ezért hiteles. És ugye azért már pár embernek tudott segíteni, és összeállt ő benne valami, hogy átlátja azt, hogy hogyan tud ez könnyedebben működni, hogyan tud ez struktúráltan működni, hogyan tud ez tényleg rendszerben működni, és összeállítja ezt nekem, én erre vettem mindig, de ez ugye nem történt meg, ezért én megcsináltam, akkor sokkal gyorsabban tudok haladni. És te most sokkal gyorsabban tudsz haladni az önfejlesztésben. Tehát azt nagyon fontos tudnod, hogy az önfejlesztés ez egy olyan dolog, hogy lehet haladni sehogy, tehát amikor ott maradsz, ahol vagy, lehet haladni lépésben, lehet haladni biciklizés tempóval, egy motornak a tempójával, autóval, és lehet haladni a leggyorsabb ilyen japán gyors vonatnak a sebességével. Mert te döntöd el a saját életedben, hogy te milyen gyorsasággal fogsz haladni ebben a témában is. És én azt tudom nektek mondani, ezt a saját életemből hozom ezt a példát,
hogy én a saját önfejlesztésemmel tudtam egyre magasabb és magasabb szintre lépni minden területen az életemben. Tehát amikor arról beszélünk, hogy szeretnél egy boldogabb párkapcsolatot, vagy szeretnél bőséget, vagy szeretnél nagyobb egészséget, vagy szeretnél végre a saját utadra lépni és vállalkozást alapítani, akkor mindig arról beszélünk, hogy szeretnéd magadat magasabb szinten megtapasztalni. Én azt gondolom. Tehát mindig ugyanarról beszélünk, hogy hogyan tudjuk magunkból kihozni a többet, a jobbat. És ezt egyes-egyedül önfejlesztéssel fogod tudni megtenni. Úgyhogy akárhonnan közelítjük meg azt a témát, mindig ugyanoda fogunk kiukadni a középpontba, hogy önmagunkkal érdemes foglalkoznunk, és önmagunk fejlesztésével. Nekem ez az origóm. És ha itt vagy, gondolom, hogy neked is, vagy legalábbis már elkezdődött ennek a felismerése. Szóval rengeteg önfejlesztő anyag van, de nem mindegy, hogy milyen minőségű anyaggal kezdesz el dolgozni. Tehát nem mindegy, hogy egy témával te mondjuk 5 évet toporogsz, vagy képes vagy ezt 2 hónap alatt kidolgozni magadból, vagy egy fél év alatt. Teljesen más ugye a gyorsaság, mert a minőség más. Jó, ezt egy picit gondold, hát ezt érdemes átgondolni. A másik hiba, ami szokott lenni, amikor ugye veletek beszélünk ezekről a témákról, hogy mondjuk miért akadtál meg, miért nem haladsz az utadon, az pontosan, hogy nincsen egy logikusan felépített metódus. Tehát nincsen A pontból B pontba, hogy jutsz el. Nincsenek felépítve a lépések. És nagyon sokszor az van, hogy így a mélyvízbe beesel, de nincsenek a könnyű lépések szépen felépítve és átvezetve az egyre nehezebbek felé, hanem rögtön ott vagy ugye a mélyvízben. És egyszerűen nem tudod megoldani, kapkodsz, fúdokolsz, és a végén feladod. És ez teljesen természetes, nem a te hibád, hanem lehet, hogy nem egy megfelelő logikai rendszerbe kapcsolódtál be éppen, vagy az túl sok volt még neked akkor, mert nem azon a szinten kellett volna elindulnod. Tehát, hogy ezeket érdemes átgondolnod, hogy a te életedben a korábbi tapasztalások hogyan voltak. Nagyon sokszor van az, hogy valaki még nem ért meg egy bizonyos információra. Biztos neked is volt ilyen tapasztalásod. És ezzel nincsen semmi gond. Hogyha te mész tovább kitartóan, akkor eljön annak az ideje. Csak jó, hogyha tudjuk, hogy hol tartunk aktuálisan, és ez nagyon sokszor nincs meg, ez pedig az önismeret, ugye, hogy tudjam, hogy én hol tartok. De ebben tudok segíteni neked, hogyha szeretnéd. Egyébként ez a VIP klub, ez a kezdő önfejlesztőknek van felajánlva, és a haladó önfejlesztőknek 2 az 1-ben, mert vannak alap basic anyagok, és vannak haladó anyagok. Tehát most például ugye betettünk egy időgazdálkodásról szóló anyagot, és pont most készítem hozzá a második részt, ami már egy magasabb szintű anyag lesz. Tehát, hogy igazából pont ez a lényeg, hogy mindenki megtalálja a maga érettségének, a maga fejlettségi szintjének megfelelő tananyagokat. És ez szerintem nagyon fontos, hogy van választási lehetőségem, hogy dönthetek. És hogyha például ugye az alapokkal kezdtem, ott is nagyon sokszor van az, hogy valami hiányzik, igaz? Hogy valami kimaradt, vagy nincs meg. Fel tudod frissíteni a tudásodat, és elkezdheted rendszerben látni ezt az egészet. Én azt szeretem nagyon, hogy nagyon sokszor azt a visszajelzést kapom, hogy azért szerettek nálam tanulni, meg tőlem tanulni, és én minden tudásomat átadom nektek, mert szerintem így tud előre menni a világ, hogy én rendszerben adom át ezeket a dolgokat. Tehát nem kiragadva vannak bizonyos információk, hanem az egész látásmódot átadom, egyszerűen, könnyedén, de nyugodtan írjátok meg, hogy így van vagy sem. Látom, hogy jó páran vagytok itt, akik benne is vagytok a programban. Nyugodtan írjátok meg, hogy mi a ti tapasztalatotok. Én mindig is úgy próbáltam tanítani, és úgy is tanítok, hogy nagyon egyszerű legyen a történet. Tehát, hogy tényleg szoktam ezt mondani, józan paraszt észre át lehessen látni a nagy kvantumfizikai dolgokat is. Mert szerintem akkor jó minden, hogyha egyszerűen is tudunk róla beszélni. Persze lehet így nagy sallangokkal beszélni, meg szaknyelven, meg stb. De annak mi értelme, ha nem értjük a lényeget? De szerintem a közérthetőség egy nagyon fontos dolog, és ezt rendszeresen visszajelzitek nekem, hogy ezt imádjátok egyébként a kurzusaimban, hogy minden egyszerűen, érthetően átmegy, és nem bonyolult, nem emészthetetlen, hanem nagyon könnyen megérthető. És szerintem ez nagyon fontos a mai világban, hiszen annyi-annyi információ zúdul ránk, az rengeteg agyi kapacitást leköt, hogy egyáltalán kihámozzam meg, kitaláljam, hogy melyik a fontos infó nekem, és melyik nem, igaz? És a másik fontos dolog, hogy kézen foglak, és vezetlek végig az egész úton. Nagyon örülök, hogy ezt többen visszajeleztétek, hogy annak nagyon örültök a klubban, akik benne vagytok, hogy egy folyamatos támogatást kaptok. Tehát, hogy nem az van, hogy bent vagy a programban, és onnantól kezdve magadra vagy hagyva, hanem minden nap van valami
akár egy feladat, akár egy kihívás, akár egy fókuszállítás, de hogy minden nap ott vagyunk, folyamatosan jönnek a kommentek, van támogatás, lehet kérdezni, én is folyamatosan ott vagyok támogatásként, segítségként, tehát hogy nem vagy magadra hagyva, és ez szerintem hatalmas kincs a mai világban. Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy egyedül érzed magad, magányosnak érzed magad az önfejlesztésben, nincsenek társak, nincsen kihez nyúlni, nincs kitől megkérdezni, hogy neked ez hogy volt az életedben, neked milyen tapasztalatod volt ebben. És tök jó, hogyha valakitől ezt meg lehet kérdezni. És most is nagyon-nagyon örülök, például Zsoltnak van egy nagyon kardinális változás az életében, az egyik tagunknak, és ő annyira-annyira jó lelkű, hogy ő megírta a tapasztalatait, az elmúlt egy-két hétnek a tapasztalatát egy munkahelyváltás kapcsán, és leírta pontokba szedve, milyen érzések voltak, milyen felismerések voltak, milyen kétségek voltak. Ő most ráállt a saját útjára, elkezdi megvalósítani önmagát, az életcélját, és hogy milyen bizonytalanságok voltak, stb. És annyira jó volt, mert rengetegen rezonáltak erre rá, és nagyon sokan gratuláltak neki, nagyon sokan támogatták, hogy így van, hajrá, kitartást csinált. És nagyon sokan írták azt is, hogy de jó, hogy ezt megírtad, mert én is hasonlóban vagyok, voltam, meg ha leszek, milyen jó, hogy ez eszembe fog jutni. Tehát, hogy egymást folyamatosan támogatjuk, segítjük, motiváljuk, ez hatalmas kincs a mai világban szerintem. Úgyhogy én tiszta szívből azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok az összes klubtagnak, aki aktívan részt vesz benne, mert hatalmas értéke ez a mai világban. Aztán a másik fontos dolog, hogy amikor esetleg akadályba ütközöl, vagy demotivált leszel, vagy lelkesedésedet egy kicsit elveszíted, akkor ezt simán be lehet posztolni, és rögtön lesz ott 2-3 ember biztos, hogy éppen fönt van aktuálisan a klubban, és segítő kezdet fog neked nyújtani, mert eddig is így volt. Én is ott vagyok, én is segítek, akár kérdéseimmel, van havi mentoring, havi coaching, havonta van egy élő adás, ahol a ti havi kérdéseitekre válaszolok, illetve hogyha bármilyen elakadás van, téma van, ezt föl tudjátok tenni, és én élőben, élő adásban válaszolok ezekre. Ez is egy hatalmas érték szerintem, és utána pedig létrehoztunk egy ilyen közösségi élményt, amit nagyon-nagyon szeretek, és ennek nagyon örülök, hogy közösen tudunk beszélgetni egy órán keresztül, tehát ezt minden hónapban eddig megcsináltuk, hogy amilyen témát behoztok, amiről szeretnétek beszélgetni, az ott lévők, akik élőben ott vannak, azokkal beszélgetünk, és nagyon-nagyon jó élmény ez az egész egyébként. Tehát, hogy nem vagyunk egy térben, de online mégis együtt vagyunk, és ez hatalmas támogatás. Illetve visszajeleztétek nekem, hogy az is nagyon jó, hogy én is ugye, hogy kibontom a témáitokat, és tényleg beszélünk róla, átbeszéljük, hogy mit tudsz csinálni. Tehát nem az van, hogy nem fontosak a kérdéseitek, hanem tényleg lelkismeretesen átbeszéljük őket, hogy tovább tudjatok lendülni, hiszen ez a célom, hogy minél magasabb szintre tudj fejlődni az életedben. Szóval itt lépésekben egyébként összefoglaltuk ezen az oldalon, hogy hogyan tudsz haladni. Ugye segítjük a tervezésedet, tehát hogy te mit szeretnél elérni az önfejlesztéssel. Vannak havi tudásanyagok különböző témákban, amik maximum ilyen 30 percesek, tehát próbáltam nagyon tömör, ilyen tényleg gyémánt csiszold ez az egész. Nagyon-nagyon sok időt töltök azzal, hogy a tudásom legjavát belepréseljem egy 30 percbe, és ez eddig mindig sikerült is, de ezek rengeteg időt elvesznek tőlem is, de ez nem baj, csak azért mondom, hogy ez nem úgy van, hogy a hasamra ütök, és akkor készítek egy anyagot, hanem én van, hogy akár egy hétig dolgozom egy anyagon, de tudom, hogy azok az anyagok, amik megszületnek, azok örökérvényűek. És tudom, hogy abban mennyi, abban minden mondat egy nagyon-nagyon fontos információ és tudás. És nagyon örülök neki, mert eddig szinte mindenkitől, aki visszajelzett, nem szinte, eddig mindenkitől, aki visszajelzett, mert szoktatok írni nekem az tudásanyagokkal kapcsolatban is, és olyan emberek is, akik tényleg magas szinten vannak már, mindenki pozitívan jelzett vissza, és ennek tiszta szívből örülök, és nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy ezúton is köszönöm nektek. A havi anyagok mellett ugye segítjük a feldolgozást, mindig kaptok munkafüzetet is, ami az elmélyülés segíti, az önreflexiót, a magamba nézés segíti. És mindig valamilyen ajándékkal készülök egyébként, tehát vannak kiegészítő anyagok, esettanulmányok, a havi mentoring, tudtok kérdezni, tehát ugye ez tényleg egy teljes feldolgozás ad ilyen szempontból, és azokat a témákat, amiket érintünk, azokat teljes mértékben én azt gondolom, hogy fel tudjuk dolgozni magunkban. Ráadásul én mindig készülök valami ajándékkal, ugye most ebben a hónapban is készítettünk mesterkurzust, tehát vannak olyan témák, önbizalom, önszeretet, amiben
ezekben a témákban jobban elmélyedünk, és készítettem kiegészítő anyagokat videó formában, tehát ez ráadásul videós formában van. És ezek teljesen ingyenesen bónuszok, ajándékok nektek havi szinten. Ezen kívül pont most kezdtem el dolgozni új cikkeken, tehát cikkeket is készítünk, megkérdeztem ugye a klubtagokat, hogy milyen témában szeretnének ugye plusz anyagokat, és azokban a témában elkezdtem a tudásomat ugye cikkekbe szépen struktúráltan beletölteni, úgyhogy ezen is dolgozom, és ezek is hamarosan meg fognak ugye jelenni a klubban. Ezek az anyagok csak a klubban érhetőek el, tehát hogy rengeteg idő és energia és tudás van ezekbe belesűrítve, és ezek sehol máshol, ezek az anyagok bónuszanyagok, ezeket sehol máshol nem tudod elérni, csak a VIP klub keretein belül. Pontosan azért, mert ez prémium, prémium minőség, prémium közösségnek. És azok, akik tényleg önfejleszteni akarnak, azoknak minden hónapban adok ajándék lehetőséget, hogy még magasabb szintre tudják emelni a fejlődésüket. Tehát minden hónapban eddig volt valamilyen ajándék bónusz, vagy egy online tréningemre, vagy egy élő képzésemre, ahova különböző 10-20 vagy 30%-os kedvezménnyel részt tudtak venni csak a VIP klubtagok. Tehát hogy én azt gondolom, hogy rengeteg ajándék és bónusz vár rátok ebben a programban, ebben a klubban. A kérdés csak az, hogy te mit szeretnél kihozni magadból. A többiről, hogy egy igazi támogató közösségre találsz, hogy motivációt kapsz, hogy igazi társakat kapsz, és támogatást, fejlődési lehetőséget, azt már nem is duplázom nektek, mert tényleg ez egy akkora kincs és érték nekem is. Tehát én minden nap alig várom, hogy végre fölmenjek a klubba, ezt komolyan mondom. Annyira jó a közösség, és annyira jó dolgokról beszélgetünk, és hoztok be idézeteket, zenéket, filmeket, mindenről beszélgetünk. Én nagyon-nagyon szeretem az egész társaságot. Szóval nagyon sok minden van ebben a klubban, ebben a lehetőségben. Én bízom benne, hogy élsz a lehetőséggel, hogy élsz azzal a lehetőséggel, hogy kihozod magadból a legjobb énedet, hogy fejleszted magad. Ha bármilyen kérdésed van, akkor ne hezitálj. Köszönöm szépen közben a szíveskéket, a lájkokat, imádom őket látni. Köszönöm, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk ma este. Szóval, ha bármilyen kérdésed van, akkor keresd bátran bizalommal, akár e-mailben, akár messenger üzenetben. Most egy nagyon rövid időre kinyitott a klub, és tudtok csatlakozni, és utána be fogjuk zárni, mert nagyon fontos számomra, hogy biztonságban legyenek a klub részvevői, és ez tényleg egy zárt közösség. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy itt, akik együtt vannak, ők megismerik egymást, egy tényleg baráti kapcsolatok alakulnak ki, tudunk egymásra számítani, tudunk egymásnak segíteni, van, akik együtt dolgoznak már azóta. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség adódik egy ilyen, szerintem prémium közösségben, de éppen azért, hogy ez megtörténhessen, és ezt fel tudjuk építeni, és fent tudjuk tartani, ezért nem az van, hogy folyamatosan lehet hozzá csatlakozni, hanem az van, hogy egy nagyon rövid időre, ugye most is kinyitottuk a klubnak a kapuit, és még tudtok csatlakozni, a csatlakozási lehetőséget megtaláljátok egyébként a linken, ha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, utána be fogjuk zárni majd a klubnak a kapuit, és utána jó hosszú időn keresztül, több hónapon keresztül nem lesz lehetőség csatlakozni ez a klubhoz. És ki fogtok maradni sajnos, hogyha nem csatlakoztok, abban a rengeteg új anyagból is, ami a következő fél évben fog érkezni ugye a klubtagoknak, amit csak ők fognak elérni, illetve az ajándékok, az élő coachingok, a mentoring, kérdezési lehetőség és a bónuszok, amikkel ugye kedvezménnyel tudnak részt venni az addigi tréningeken és workshopokon is. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked az önfejlesztésedhez, én azt kívánom, hogy hozd ki magadból a legjobb éned, és valósulj meg azt az életet, amit szeretnél. Én abban tudok neked segíteni, hogy hogyan tudsz hosszú távon motivált maradni, inspirált maradni, hogy hogyan tudsz egy olyan közösségben együtt fejlődni többekkel, ahol tényleg élmény minden nap, és ahol tényleg igazi támogatást kapsz. Ha szeretnél ebben részt venni, ha szeretnél így élni, és szeretnél inspirált és motivált lenni az önfejlesztésben, akkor csatlakozz hozzánk bátran. Hidd el, hogy jó helyen leszel, és ha bármilyen kérdésed van, akkor nyugodtan, hezitálás nélkül írd nekem. Mi nagyon sok szeretettel várunk a klubban, igazi önfejlesztőknek, minőségi önfejlesztőknek született. Ott a helyed, hogyha úgy érzed, ha hívást érzel, akkor ne habozz, kattints és nézd meg a részleteket. Köszönöm, hogy velem voltál, legyen gyönyörű szép napod, és nagyon sok sikert kívánok a saját fejlődésedhez. Sziasztok!